Még nem indult meg a nagy roham az új parkolóbérletekért, érdemes akár ezen a héten elintézni a parkolóbérletek cseréjét. A Városgondnokság parkolási csoportjának ügyfélszolgálata szerdánként 18 óráig várja a lakosságot. A 2023-as évre kiváltott parkolóbérletek január 31-ig érvényesek. A lakosság december eleje óta vásárolhat új bérletet. Sokan az év első felében érkeznek az ügyfélszolgálatra. Ez mindig jó, az ember korábban megveszi, és akkor a végén nincs az, hogy hú, lehet, hogy akkor meg mit tudom én, nagyon sokan vannak, éppen nem ír rá az ember. Úgyhogy ez így praktikus. Úgyhogy ez szuper. Az áron meg hát annyi, amennyi. Hatékony volt, azt kell, hogy mondjam. Nagyon készséges volt a kolléganő is, nagyon segítőkész. Úgyhogy szépen elmagyarázott mindent. Úgyhogy meg vagyok vele elégedve. December óta több ezer parkoló bérletet vásároltak az autótulajdonosok. A megnövekedett ügyfélforgalom már most tapasztalható, de nem szükséges hosszú perceken keresztül sorban állni. Az árak tekintetében nem történt változás. Jelenleg a lakossági első gépjárműre kiváltható parkoló bérlet ára az 6600 forint, második gépjárműre pedig 11000 forint. Ezekben az árakban sem, ahogy a többi parkoló bérlet árában nem történt változás. Fenyves Balázs hozzátette, több mint két éve elektronikus ablakrendszert alakítottak ki. A bérletek egyharmadát online vásárolták meg eddig az ügyfelek. Egyszerű regisztrációt követően a megfelelő utasítási pontokat elvégezve a parkoló bérletek kiváltatóak. Kivétel tesz ez alól a történelmi belváros alá tartozó területek, ez a kiemelt övezet, ahol még ugyanúgy szükséges bejönni és kiváltani a papíralapú parkolóbérletet, mivel ott a közterületfelügyelettel közvetve történik a meglévő engedélyek, illetve jogosultságoknak az ellenőrzése. Akinek van lehetősége, akár tablet, számítógép, telefon segítségével megvásárolhatja a bérleteket. A Városgondokság honlapján keresztül könnyen, gyorsan meg lehet igényelni az engedélyeket.